Szeretettel köszöntök mindenkit! Hát elég volt a békés csabai késes gyilkosság kapcsán az országos bűnügyi helyzetről beszélnem, és ennek kapcsán a cigány és a bűnözés szavakat egy mondatban szerepeltetnem, illetve szubkulturális bűnelkövetési formáról beszélnem. Már is elszabadult a pokol, megint ugyanaz történt, ami mindig ilyenkor történni szokott, ahelyett, hogy a probléma megoldására próbálnánk fókuszálni. Hogy azok a, a bűnözők jelentős részben, vagy akár cigány politikusok, akik ilyenkor elkezdik úszítani a cigányságot a magyarság ellen, ők is most ugye ezt tették. Így kaptam olyan fenyegetéseket, amiről már a TikTok videómban is beszéltem. Zeus néven írja nekünk egy cigány vagy roma, azt írja, hogy nekünk is van bum-bum, több mint gondolnád, fekete sereg, nem fekete, sokszínű, azt mondja, hogy te ilyen nagy Robin Hood vagy, téged is meg lehet oldani. Nyilván ez, értjük, hogy ez mit jelent, most ki is derítjük. Tehát gyakorlatilag életveszélyes fenyegetéseket kapok, és hát emellett pedig az úgynevezett ilyen roma jogvédők, meg roma politikusok, meg politikus jelöltek, akik még, még roma politikusnak sem számítanak, ők pedig tömeges fejjelentést tesznek ellenem, arra hivatkozva, hogy én közösség elleni úszítást követtem el. Pillancsanak csak bele. Közösség elleni úszítás, ez lesz a vád, és még ha valaki mond hozzá valamit, akkor még azt is hozzácsatoljuk. A videó maga a kirakott videóját hozzácsatolják a a feljelentéshez, tehát ez egy elleni úszítás, ez megállja a helyét, úgyhogy Toroszkai László mint személyt fogom följelenteni, így a legalábbis ezt mondják, hogy ezt így kell csinálni. Úgyhogy várom azokat az embereket, mindenki nyugodtan, minél több följelentés fogott menni, civilként, ha megtesszük, akkor működik, és hát akkor egy csomó perc a nyakába tudunk akasztani nem tudom, hogy hogy fogja tűrni az ilyen pereket. Na hát üzenem azoknak, akik esetleg följelentettek, vagy föl akarnak jelenteni, hogy ne kövessék el ezt az óriási nagy hibát, ugyanis hamis vádért én valószínűleg föl tudom őket jelenteni, ugyanis az a nagy helyzet, hogy természetesen nem közösség elleni uszítást követtem el. Tehát soha nem mondtam azt, millió ezerszer elmondtam már, hogy nem minden cigány bűnöző. Nem minden cigány bűnöző. És ezt nem azért mondtam el már az elmúlt években ezerszer, nem azért mondom el most is, mert én politikailag korrekt akarok lenni. Nem is azért, mert félek, amiatt, mert most följelentettek közösség elleni úszítás miatt, hanem azért mert lelki ismeretem ezt mondatja velem, mert ismerek, és ezt is már ezerszer elmondtam, Ásotthalmon, ismerek Szegeden, ahol születtem, tehát a saját környezetemben olyan cigányokat, akik tisztességesek, becsületesek, és élnek az első, aki megvédeni őket, hogyha valaki csak a származásuk miatt bántani akarná őket. Sőt, tovább megyek, még a Mi Hazánk mozgalomnak is van itt Budapesten cigány tagja, aki elmondta, hogy ő nem roma, hanem cigány. Tehát ezért mondom el azt, hogy nem minden cigány bűnöző, de olyan, hogy cigány bűnözés, az egy létező fogalom volt, még a 80-as években is létezett. Mindjárt megmutatom, hogy hogyan beszéltek, hogyan írtak a cigány bűnözésről, de előtte annyit szeretnék csak elmondani, hogy ahogy ez a 80-as években, 70-es években ezerszer leírt dolog volt, tudományosan kutatták, hogy úgy lehet ezzel a jelenséggel, szembeszállni, hogyha kimondjuk az igazságot. Tehát rámutatunk arra, hogy van egy ilyen szubkulturális sajátosság. Rendőri vezetők, amikor elmondják nekem négy szem között, hogy például vannak olyan bűn bűnelkövetési formák jelenleg is, amit száz százalékban cigányok követnek el. Például az unokázás. Az egy ilyen típusú bűncselekményi forma, és még sorolhatnék ilyen bűncselekményeket. Akkor igenis ki kell mondani, hogy például a cigány politikusoknak van dolga. Tehát lenne feladata. Nem úszítani, nem arra buzdítani a cigányokat, hogy tömegesen jelentsenek fel engem, aztán utána bajba sodorják ezeket a cigányokat vagy romákat, mert utána én jelenthetem fel hamis vádért, mert ez nem közösség elleni úszítás volt. Egyrészt senkit nem úszítottam gyűlöletre, nem azt mondtam, hogy verjék meg a, a romákat, hanem azt mondtam, hogy a büntető törvénykönyvet kell szigorítani. Egy. Tehát büntető törvénykönyv szigorításáról beszéltem. Kettő. Arról beszéltem, hogy még mindig keressük azokat a cigány politikusokat vagy azt a tisztességet cigányt, aki politikussá akar venni, hogy elzavarja a Farkas hasonló uszítókat, most nem beszélve a többiről, mert nevüket sem akarom kimondani, de hogy milyen jogvédőket, akik állandóan uszítanak az én megölésemre, meg a hozzám hasonlók megölésére buzdítanak. Tehát ezeket el kell zavarni, és olyan cigány vezetőket keresünk, akik tényleg fel akarják a népüket emelni, de ahhoz, hogy fölemeljék, ahhoz a bűnözőket ki kell venni a saját mikro társadalmukból. Ezekről a kérdésekről őszintén kell beszélnünk, hogyha nem az a célja ezeknek a cigány politikusoknak, hogy minden cigány a börtönben végezze. Mert a mi BTK módosításunk alapján a bűnözők, főleg a visszaeső erőszakos bűnözőket ki fogjuk vonni a társadalomból. Tehát erről beszéltem. Tehát ez nem a cigányság elleni úszítás. Még egyszer mondom, tisztában vagyok azzal, hogy vannak rendes tisztességes cigányok. Mint ahogy, majd mindjárt megmutatom, hogy a cigánybűnözésről, mint kriminológiai fogalomról, ez egy történelmi tény. Tehát ez, ez, olyan, mint Trianon, hogy van, akinek nem tetszik, hogyha Trianonról beszélünk, de ez egy történelmi tény. Nyilván van, akinek nem tetszik, hogy cigánybűnözésről beszélünk, de meg kell, hogy mutassam, és itt vannak előttem a 70-es-80-as évekbeli újságok, a magyar rendőrcím újság, ahol erről beszéltek. Hát ez egy, ez egy történelmi tény, de itt is mindig leírták a 70-es-80-as években, ezekben a cikkekben, mindjárt fogok belőle idézni, hogy természetesen nem minden cigány bűnöző. Ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy vannak szubkultúrális sajátosságok, hogy meg kell ezt változtatni, tehát hogy nem szabad hagyni a cigánságot. Olyan állapotban, mint ahogy például jelenlegi Fidesz kormány is tartja, mert az a célja a Fidesz kormánynak, hogy olcsó, megvásárolható szavazatok legyenek a, a cigányok, és a cigány politikusokat ezért tartják, nem akarják őket, nem tudom, integrálni a magyar társadalomba, ezek az óriási nagy problémák. És ez a cigányság és a magyarság érdeke, hogy végre valamilyen politikai erő rendbe akarja tenni ezt a problémát. Igen, már is hallom a kommentelőket magyar és cigány oldalról, hogy ez milyen nehéz ügy. Igen, igen, és ez nem sikerült Mária Teréziának, aki meg akarta oldani, nem sikerült a kommunizmusnak, ami meg akarta oldani a kádárrendszernek, nem sikerült senkinek. De hát meg kell próbálni megoldani. No hát a üzenem azoknak, akik most uszítanak ellenem, meg följelentenek, hogy itt van például előttem ez az 1971-es Magyar Rendőr című rendőrségi lapnak az akkori cikke. Hát ennek az egész cikknek az a címe, hogy cigány bűnözés. És írnak róla. Hogy mit írnak róla? Mutatom, hogy mit írnak róla. 1971-ben még egyszer mondom. Elég egy pillantást vetni az elmúlt évek statisztikai adataira, már is megállapíthatjuk, hogy a cigány lakosság bűnözésben való részvétele a lakossághoz való részarányukat tekintve jelenleg is igen magas. A cigány bűnözés társadalmi probléma. Tény az, hogy a párt, a tanácsi és a társadalmi szervek, a rendőrség, a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók több irányú erőfeszítéseket tettek és tesznek a cigány lakosság helyzetének megjavítására. Bár az elmúlt időszakban több cigány család eredményesen tért a beilleszkedés útjára, sokak helyzetében mégsem történt lényeges változás. A beilleszkedésben lévők zöme élni kíván a lehetőséggel, és maga is részt óhajt venni sorsának javításában. Sokan vannak viszont, akik csak passzív szemlélők, sőt gátolják a helyes törekvéseket. Ennek tudható be, hogy egyes megyékben nem javult, sőt kimondottan romlott a cigány lakosság foglalkoztatottságának helyzete. Írja a Magyar Rendőr című folyóirat 1971-ben, és azért állok meg most itt egy pillanatra, mert ugye most sem változott a helyzet. Azért kell beszélnünk arról, hogy a cigányságnak, illetve nem a cigányságnak, a cigány vezetőknek van felelőssége. Volt ilyen vajda, talán még emlékeznek 2010 környékén néhányan, arra a lakatos Attila borsodi vajdára, aki kimondta, hogy igenis beszélni kell erről. A 20, cigán 20 cigány gyerekből, cigány elkövetőből, az belül Hogy húsz cigány elkövetőből. Ti ezt minek nevezitek, ha nem cigánybűnözésnek? Arabnak? Hát akkor gyerekek, 17 rablásból, 16 ot cigány gyerek követel. Ti minek nevezitek ezt? De jó lenne, hogyha lennének ma is ilyen cigányvajdák, vagy ilyen cigány vezetők, akik hajlandóak erről őszintén és normálisan beszélni. És azért álltam meg itt egy szóra, mert néhány évvel ezelőtt forgattam a Kecskeméti Kórház utcában, úgy tetszik cigánytelepen egy videót, ahol elmondták a helyi dolgozó, tisztességes, becsületes cigányok elmondták, a videóban be is mutatom, hogy őket parasztnak nevezik. Kivetik a cigányok közül azok a bűnözők, akik vezetik a cigányságot, és azt mondják, hogy te már nem vagy cigány, te paraszt vagy, mert becsületesen élsz, mert dolgozol, mert munkád van. Ezért kell őszintén erről beszélnünk, mert ezeket a, a cigányvezetőket, vagy akik félrevezetik a cigányságot, őket kell félreállítani és a tisztességes cigányokat kell a cigánság élére helyezni. Ha nem találkoztam volna Török Szent Miklóson annak idején, ezt már nagyon sok helyen elmondtam, Rácz Bélával, rá a városházán, Török Szent Miklóson ültünk levele tárgyalni, és nem láttam volna ilyen tisztességes, becsületes cigány politikust, akkor azt mondanám, hogy ilyen lehet, hogy nem létezik. De tudom, hogy létezik. Tehát van ilyen. Tehát nem teljesen reménytelen a helyzet. Csak őket elnyomják. Azért, mert leült Torockai Lászlóval, meg a mi hazánkkal tárgyalni Rácz Béla, aki akkor roma önkormányzati képviselő volt, utána a következő választáson már, már nem engedték, tehát már nem jutott be a testületbe, és azóta ő már nem önkormányzati képviselő, holott neki kellene vezetni a cigánságot. Ez a probléma, erről kellene beszélni. Ezért kell kimondani, hogy van ennek szubkulturális vagy etnikai vetülete. És az akkor is kimondom, hogy állandóan fenyegetnek, megöléssel fenyegetnek, meg feljelentenek. Akkor is ki fogom mondani, mert ez egy megoldandó probléma. Hogyan folytatódik a 71-es cikk? A cigány lakosság bűnözésben való részvétele nem csak számszerű adatokkal kimutathatóan növekedett, hanem az általuk elkövetett egyes bűncselekmény fajták irányában is erősödött. Magas a részvételi arányuk a lopásokban, az itt a személyek sérelmére történt, marketszolásban és az üzérkedésben. Ezeknek a csoportoknak a veszélyességét csak növeli, hogy a velük szemben jogosan intézkedő rendőrökkel több alkalommal agresszívan léptek fel, és az alkalmi lopások mellett betöréses és álkulcsos lopásokat is elkövetnek. A cigány lakosság társadalmi beilleszkedése és a bűnözésben való részvétele olyan problémákat jelent, amelyek fennállása még évekig érezteti káros következményeit. Mindez arra figyelmeztet, hogy rendőri szerveinknek a cigánybűnözéssel továbbra is számolniuk kell, és megfelelően fel kell készülniük a cigánybűnözők sajátos taktikájának erélyesebb elhárítására. A belügyminisztérium szervei csak úgy segíthetik hatásosan a cigány lakosság társadalmi beilleszkedését, hogy a cigányok tömegeitől leválasztják és elkülönítik azt a réteget, amely a régi hagyományok egyik legveszélyesebbjét, a bűnöző életmódot választotta, és folytatja. No hát ennél tökéletesebben most 2023-ban sem tudnám megfogalmazni, hogy mi a cél, mint ahogy azt már 1971-ben a rendőrségi labban azt leírták. De van még itt, rengeteg újságcikkünk van. Itt van például a következő, a magyar rendőr 1984-es lapszáma. Következőt írják, hazánkban a cigánybűnözés nem kényes kérdés de jó lenne, ha 2023-ban is kimondhatnánk ugyanazt, amit 1984-ben a rendőri vezetők kimondtak, illetve ebben az esetben a miniszter helyettes mondta ki, hogy hazánkban a cigánybűnözés nem kényes kérdés, válaszolta a hallgató kérdésére a miniszter helyettes. Cigány származású állampolgáraink nagyobbik része törvénytisztelő, de kétségtelen tény, hogy lakossági szám arányukhoz képest Körükben nagyobb a bűnelkövetési aktivitás. Ez összefügg a beilleszkedési nehézségekkel is, és ebben nem csak a cigányság a hibás, ez társadalmi méretű gond is egyben. Mondták 1984-ben, ma sem fogalmazhatnánk másképpen. Aztán nézzük a magyar rendőr 1979-es lapszámában egy egész oldalt szentelnek a témának a cigány lakosok és a bűnözés címmel. Azt írják, a cigánybűnözés sajátosságai miatt a bűnöldözésben ma is vannak függetlenített specialisták. A jogrend azonban egységes, a cigánybűnözés megelőzésének és felderítésének ezeken az elveken keresztül törvényesen, túlzásoktól mentesen kell érvényesülnie. Ugyanezt gondolom 2023-ban is. A törvény mindenkire vonatkozik, de vannak olyan speciális tényezők, vagy szubkultúrális tényezők, ami miatt kell erről beszélnünk, illetve a cigány vezetők és politikusok felelősségéről. Aztán itt van a következő 1983-as újságcikk, Külön figyelmet igényel a cigánybűnözés, mint az összbűnözés része, mert terjedelmében és tendenciájában, valamint módszereiben is a gyermek és fiatalkorúaknál tapasztalhatók a jövőre nézve is újszerű jelenségek. Az utóbbi évek tapasztalatai szerint a kiskorú cigánybűnelkövetők széles körben szüleik, vagy felnőtt környezetük felbújtására, vagy azok irányítása alatt valósítják meg bűncselekményeiket. Veszélyeztetettségi szempontból tehát a mikrokörnyezet közvetlen nevelési hatásainak folytán többségük bűnöző karrierje is itt veszi kezdetét, és a legfogékonyabb életkorban válik sajátjukká a munkakerülő életmódszemlélet. És hát itt a következőt, több száz ilyen újságcikket tudok mutatni. Történelmi tény, Magyar Rendőr magazin 1976-ban írja a következőket, itt megint egy egész oldalt szentelnek a cigánybűnözésnek, emberséges szigorral címmel azt írják, alig ha létezik vérbeli nyomozói beosztás annál, ami az úgynevezett cigányvonalas vonalas rendőrtisztek része. Első számú feladatuk a cigánybűnözés visszaszorítása, és e tekintetben is főleg a cigánybűnözés utánpótlási vonalainak elvágása. Itt azt írják például ebben a cikben, hogy erről az erényükről személyesen is meggyőződtem azon a Baja környéki cigánytelepen, ahová Májer főhad nagy, egyedül és éjszaka is bátran bemehet, én azonban nappal sem igen merném ezt megtenni. No, itt van a következő cikk, 1973-as újságcikk, cigánybűnözés Bács Kiskumban egy egész oldalas újságcikk itt van egyébként a fényképpen Fekete József főhadnagy, ahogy szorgalmasan tanulja a cigány nyelvet. Tehát ezért is kell beszélni a témáról, mert de például, hogyha egy nyomozó megtanul cigány nyelven, akkor valószínűleg könnyebben tudja földeríteni egy cigány telepen, hogy mi történt. Tehát ezért kell kimondani, hogyha cigányok és cigány nyelven beszélnek, nem kettő megsértődni, meg nem tudom, egyből uszítani ellenem. És ugye úgy kezdődik a cikk, hogy Bás Kiskun megyében mintegy 8000 cigány él, és közülük 2000-re tehető azoknak a számok, akik a közbiztonságra nézve veszélyt jelentenek. Ez az a bizonyos kategória, amelynek tagjai úgy tűnik egyelőre nem is kívánnak beilleszkedni a társadalomba. Tehát már 1973-ban is ugyanazt mondták, amit én mondok, hogy nem minden cigány bűnöző, de azért 8000-ből 2000 az igen nagy arány. Ezt kell kimondani. És ugye itt ebben a cikkben még az is szerepel itt a végén, hogy a járási kapitánságokon egy-egy nyomozó a cigány ügyekkel foglalkozik. Tehát 1973-ban, amikor sokkal kevesebben voltak a cigányok, tehát méreteiben is kevesebb cigány ember ült mondjuk a börtönben, vagy volt bűnöző, akkor cigányügyekkel foglalkozó nyomozók voltak, akik csak cigányügyekkel foglalkoztak a rendőrségen. Hát ennek valami szakmai oka csak volt 1973-ban, ez nem rasszizmusból volt cigányügyekkel foglalkozó nyomozó, hanem egyszerűen a tényekkel néztek szembe. 1984, magyar rendőr újra dr. Koncer István Ezredes főkapitány helyettes cikkében átfogó képet nyújt az ismerté vált cigány bűnelkövetők számának alakulásáról, a cigánybűnözés sajátosságairól, és ezzel összefüggően e bűnözői kör tevékenységének a felszámolása érdekében végzett feladatokról. A témához kapcsolódik az a publikáció is, amelyet dr. Vavró István, az Állam és Jogtudományok kandidátusa írt, a cigánybűnözés elméleti és módszertani kérdéseiről. Ez tehát a 70-es és a 80-as években is egy szakmai kérdés volt. Nem rasszizmus, nem cigányellenesség, hanem egy szakmai kérdés, bűnmegelőzés, illetve a bűnözés felszámolása szempontjából egy fontos szakmai kérdés. Ha ez a 70-es, 80-as években az volt, akkor sajnos az a helyzet, hogy 2023-ban is az. Akár tetszik ez valakinek, akár nem tetszik.